tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi művészetrajongó vendégünket. Külön köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat, aki tudom, hogy szereti Kenstokot. Kiemelt köszönet illeti az itt lévő művészeket, akik képeiket ajánlották föl a mai alkalomra, illetve arra az aukcióra, melyet majd egy budapesti galériában fognak tartani a villa megmentésére. A mai alkalom rendhagyó, hát nem minden nap vannak koncertek ilyen környezetben, kicsit féltünk is, hogy hogyan fog mindez kinézni, nem beszélve a hátul található VIP sátor külleméről, és még most is szorongva várom, hogy milyen lesz ott az a fogadás, amit a Nyergesújfalui Völgyválasz nevű rendezvényt támogatók vendégüllátására szervezünk. Kérem majd elnézésüket, hogy nem tudunk mindenkit bevonni ebbe. Korábban volt egy ilyen cél, de nagyon sokan veszünk részt ezen a mai alkalmon. Szlávik József, aki az egész mai rendezvényt ideálmodta, azt mondta az imént, hogy a villa felújításáról, a korábbi pályázatokról ne beszéljek, ezt majd ő fogja elmondani, úgyhogy nem is szeretnék ebbe belefolyni. Az biztos, hogy a képviselőtestület nevében megígérhetem, hogyha kikristályosodik a jövő évi pénzügyi helyzetünk, és egyben az azt követő éveké is, mindent el fogunk követni, hogy az adományokhoz megfelelő összegű önkormányzati hozzájárulással megvalósuljon a villa felújítása. Nyergesújfalu nem gazdag műemlékekben, műemlék jellegű épületei vannak. Ugye a templomról és a plébániáról beszélünk, valamint a közelmúltban valósult meg egy műemlékkereszt helyreállítása a Mayer Kornél szervező munkájának segítségével, és még egy műemlék romunk van, amiből már nem sok minden látszik. Mindez arra kell, hogy vezessen, hogy ami még lehet műemlék, abból azt csináljunk, csúnya szóval élve. Úgy gondolom, hogy ha sikerül Kenstok régi nyári lakhelyét felújítani, beleértve a kertet is, hiszen nagyszerű fotókkal rendelkezünk arról, hogy valaha hogyan nézett ki ez a kert, amikor Kenstok feleségével itt üldögélt, akkor nagyon sok rajongó fog ide érkezni hozzánk, hiszen köszönve a Szépművészeti Múzeum munkájának, a Nyolcak manapság egy nagyon jól csengő név, divatossá válik, és hát nekünk mindegy, hogy divatból vagy más szempontból érkezik ide a látogató. Az a lényeg, hogy előbb-utóbb festészet kedvelővé váljon. Nagyon szépen köszönöm mindnyájuknak, hogy ma itt megjelentek, és kérem önöket, hogy amennyiben lehetőségük van, támogassák a villát, akár anyagi erejükből, akár, mint az itt lévő művészek is teszik egyéb felajánlásaikból, hogy ezt a folyamatosra tervezett találkozót rövidesen ne egy ilyen rombahajló épület kertjében kelljen megtartanunk, hanem egy Kenstok korára emlékeztető épület falai között. Köszönöm szépen figyelmüket! Polgármester asszony említette, hogy Kenstok felújításáról kéne beszélni, hát arról nincs mit. Ez van. Az előző pályázat elúszott, itt tartunk, most a számlán kereken 105.019 forint tartózkodik azon a számlán, ami a Kenstok villa megmentésére van megnyitva. 31 néhány, majdnem 40 művész ajánlotta föl képét erre az alkalomra. Helyiek is,
miskolciak is, egy miskolci másnap a felhívás megjelenésének másnapján már jelentkezett, hogy ő szívesen ajánl föl képet. Aztán, ha befutnak mindjárt, már a basszusgitáros itt van az együttesnek, az Evzámbó, még meg sem említettük neki, csak azt, hogy kéne zenélni itt, már azt mondta, hogy ő ajánl föl képet. Még nem is kértük, tehát ő már tudta, hogy miről lesz itt szó. Bent láthatták, mennyi kép van, van, aki többet adott, van, aki tizet, van, aki egyet. Szívesen fogadtuk a környékbeli művészköröknek a felajánlását, amatőrökét. Ki mivel tud, támogatja a villa felújítását. Ez lesz a jövő. A jelen ünnep az az a figyelem felhívás erre a villára, tehát ez a kiállítás egy sikoly, vagy nem is tudom minek nevezzem, egy figyelemfelhívás arra, hogy ezzel a villával valamit kezdeni kell. Többféle akciót szerveztünk ide a mai napra, nem csak azt, hogy kirakjuk, kitapétázzuk képekkel a villafalát, hanem például azt is, hogy az ötletadó gazda, az Ferenci Gábor barátunk, akinek kipattant a elméjéből ez az ötlet, ő itt mindjárt elkezd egy alkotást festeni, de csak elkezdi. És mindenki, aki itt van és szeret kicsit pingálni, mázolni, festegetni, az menjen oda és folytassa. Aztán majd lehet, hogy azt adjuk el a legdrágábban valamikor. Majd megkérjük a galériát, hogy azt árazza be legjobban. Ez lenne az egyik akció. Aztán lesz majd olyan, hogy ha már nem tudjuk anyagiakba felújítani villát, akkor megfestjük fénnyel. Ez majd, amikor besötétedik, azt majd itt lehet látni, hogy milyen csodálatos lesz majd akkor, amikor kész lesz. Ez lenne egy következő akció, egy performance. A harmadik pedig az, hogy én ott elkezdtem egy kis tábortüzet, de még múlt héten aztán az elázott, elvitték a közmunkások, most újra elkezdünk ott egy kis tábortüzet. Ha jönnek, mennek itt a Kenstock villa kertjébe, és látnak egy száraz kis ágacskát, azt vigyék oda, jó? És amikor besötétedik, akkor meggyújtjuk. Jó? Egy ilyen jelző tűzként, hogy lássák ott fönt is, hogy miért vagyunk ma itt. Megkérem Barki Gergő barátunkat, művészettörténészt, aki már az előző megnyitón sok mindent elárult Nyerges Újfaluról, nekünk, nyergesieknek. Hát, ha tud még újat mondani nekünk, hallgassuk meg a megnyitót. Szeretettel üdvözlöm ismét a nyergesieket, akik még nem voltak. Elnézést az előző megnyitón. Látom, hogy nagyon szép számmal eljöttek, és ez nagyon örömteli, mert az ember nem nagyon találkozik ilyen lokálpatrióta tömeggel. És az előbb a Jóska azt mondta, hogy ez van. Hát igen, ez van. Tehát az a lényeg, hogy ez megmaradt. Hála Istennek, hogy nem nyúltak hozzá. Hála Istennek, hogy nem az történt, hogy az 50-es években, 60-as, 70-es, 80-as években elkezdték volna kipucolni és akármit csinálni vele. Ez az épület, ez egy autentikus épület. 1912 óta ez így áll, ugyanazok a nyílászárók vannak rajta, ugyanazok a széldeszkák mindenhol. Annak idején, amikor itt forgattunk, tavaly a 8-ak dokumentumfilmet forgattuk, akkor fölmentünk a padlásra is. Ezeknek az ablakoknak megvan az összes zsalugátere. Tehát ezt az épületet autentikusan, ugyanúgy, ahogy kereken 100 évvel ezelőtt ez kinézett, meg lehet csinálni. És hát én is úgy érzem, Schilling Sárával, aki itt van a Szépművészeti Múzeumból, hogy ebben valami részünk van, hogy ez most így alakult, és hogy mégsem az a terv valósult meg, ami megvalósult volna. Tehát nem egy átalakított épület lesz, hanem ha minden jól megy, akkor tényleg az eredeti pompájába tündökölhet ez a ház. A ház önmagában talán annyira nem jelentős, még azt se tudjuk, hogy ki építette, nem tudjuk, hogy ki volt az építésze. Az viszont biztos, hogy Kenstock Károly lakta, és hogy ki mindenki fordult itt meg. Azért a század első évtizedében ez egy szellemi központ volt. Aditól kezdve, a 8-ak festőin keresztül, aztán sorolhatnám még Jászi Oszkát és a többi azokat a politikusokat, akikkel a Kenstockhoznak köze volt, de ne is politizáljunk, mert abból csak
baj lesz, mert ráadásul itt még 1919-ben még festőiskola volt, tehát a Kernstadtnak valami köze volt a tanácsköztársasághoz, de hogy a másik oldalt is megvillantsam, hogy meséljek valami újat a nyergesieknek, meg talán nem tudják. Kernstadt erre nagyon szerette a narancsot is, és a második felesége viszont letiltotta őt a narancsról, mert az nagyon drága, és egyszer megtalálta az ágyába a narancséjakat, és abból nagy falávert csapott. Az előbb, ahogy itt hallottam az ütős fiúkat, az jutott eszembe, hogy úgy kattogtak, mint hogyha valami időgép lenne, és így eljátszottam a gondolatot, hogy mi lenne, hogyha éppen egy időgép 100 évvel ezelőtt repítene, vagy 100 évvel visszarepítene minket, hogy mi volt akkor itt 1912-ben. Hát valószínű, hogy malteres vödrök között sétálnánk, és mindenféle téglarakásokat látnánk, mert hogy akkor épült az épület. Viszont előtte is volt már itt egy ház, tehát a Kernstadt már jóval korábban itt volt, és ide hívta a vendégművészeit. Első évben 1907-ben Czóbel Bélát, aztán utána Márfi Ödönt, és tulajdonképpen itt alakult ki egy olyan új festőiség, ami aztán a nyolcak csoportnak is a megalapozója lett. Mondhatjuk azt, hogy Nyerges Újfalu, a magyar Collioure, Collioure ugye a francia fauvizmusnak a bölcsője. És éppen az előbb beszélgettünk arról, hogy milyen szép lenne az, hogyha a Collioure és Nyerges Újfalu testvérváros lennének. Egyébként erre volt is ötlet. 3 évvel ezelőtt Collioure mellett egy kisvárosban, Szérében rendeztünk egy kiállítást azokból a festményekből is, amik itt készültek Nyerges Újfaluban, Kernstadt Károly, Márföldön és Czóbel Béla művei, ez a Magyar Vadak kiállítás volt, és annak a kiállításnak az ottani francia kurátora, ő fölvetette, hogy milyen érdekes lenne, hogyha Széléje ez a kisváros és Nyerges Újfalu vendégváros lenne. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a villa újra az eredeti fényében tündököljön, ahhoz lehet, hogy ilyen akciókra is szükség van. Nagyon sok ilyen akcióra lenne még szükség, amit itt most megálmodott a falu, és én biztos vagyok benne, hogy egy néhány év múlva már sokkal szebb körülmények között fogunk itt üldögélni. Tulajdonképpen ez a ház, ez megérdemelné azt is, hogy egy igazi emlékház legyen, ne csak Kernstadt Károlynak, hanem akár a nyolcaknak is. Itt nagyon jó kis kiállításokat lehetne rendezni, nincsen messze Budapesttől. Én azt gondolom, hogy a művészettörténész szakmának a hozzáállása nagyon pozitív lenne, és most azt láttam, hogy a városbéliek is hasonlóan gondolkodnak, és remélem, hogy tényleg nem csak a képek vásárlásával, hanem különben is elindul ez az adakozás, és 3-4 év múlva akár már egy gyönyörű szép kertben fogunk itt ülni a felújított villába. Köszönöm szépen! Thank you.
Mind the road, as thing like satellite.